A Liba napi játszóház keretében a 3. 4. osztályos gyerekek a Calvin 5 alatti iskola egység udvarán vidám feladatokat hajtottak végre. Volt liba kirakó, kukoricamorzsolás, készültek libás mécsesek, és liba tánccal zárult a nap. A kisebbeket, az elsősöket és másodikosokat. A Calvin 5 szám alatti iskola egységünkben is nagyon készültek a tanítónénik. Ő ott különböző akadályokat alakítottak ki, illetve pontosabban különböző állomásokat, állomás helyek lesznek, ahol a gyerekek megjelennek, verseny jellegű feladatokat is kapnak, ajándékokat ott is a libanaphoz kapcsolódó, igen gazdag programok várják a diákokat. És én itt a végén nagyon szeretném megköszönni a kedves szülőknek a segítségét, mind az óvodában, mind pedig ide az iskolában. Nagyon sok evéshez, vigassághoz való tepertőt, libazsírt, tehát sok mindent kaptunk, és én ezt szeretném a kedves szülőknek megköszönni. A Varró út 4 szám alatti iskolaépület tornatermében pedig Andi interaktív műsora szórakoztatta zenével, mesével, tánccal. Az óvodában, a Talentum óvodában ezt a rendezvényt a délelőtt folyamán a csoportokban az óvónénik megtartották, és most kezdődik 14 órakor a Varró út 4 szám alatti iskola egységünkben. Kezdődik egy koncert, egy interaktív koncert. Ezt a koncertet Karcagi Nagy Andi fogja adni, és hát természetesen libás dalok is lesznek, és mint említettem, egy interaktív koncert. Utána pedig a tantermekben kézműves foglalkozások, ötletek, játékos libásnapi mondókák, ezeket gyűjtötték össze a tanítónénik, és utána pedig természetesen a zsíros kenyér, libatepertő, savanyú káposzta, tehát evés-ivással fog zárulni itt a Varró 4-ben ez a mai rendezvény